karcag szülötte az a huszár, akiben az Amerikai Egyesült Államok lovasságának megteremtőjét tisztelik. Fabrici Kovács Mihály a porosz hadseregben szolgált, majd 1777 tavaszán Bostonban lépett be az amerikai hadseregbe. Neve egybefort az Egyesült Államok függetlenségi harcaival, de ahogyan egyik levelében írta, mindig megmaradt szabad embernek és magyarnak, aki a számára legkedvesebb vidéket a legjobb képességével védte egész élete során. Tisztelt megemlékezők! Karcagváros önkormányzata, a képviselőtestület tagjai, a város oktatási intézményei, közülük is kiemelkedően a Kovács Mihály Általános Iskola tantestülete, diákjai, a helyi civil szervezetek, így a Kovács Mihály Huszárbandérium, a Kovács Mihály Baráti Társaság Egyesület méltón őrzi, ápolja, élteti Fabrici Kovács Mihály emlékét, melyért ezúton is köszönetemet fejezem ki. Hiszen városunk szülötte maradandót alkotott, amely ránk, az itt jelenlévők számára nem csak a megemlékezés kötelességét rója, hanem azt is, hogy tovább őrizve, ápolva emlékét, örökítsük át a jelen nemzedékének, hogy ismerjék meg Fabrici Kovács Mihály életpályáján keresztül is szülőföldünk és hazánk történelmét, hiszen ma legalább akkora jelentősége van, hogy mit jelent a szabadságunkért, őseinktől örökölt hitünkért, a függetlenségünkért, hazánkért küzdeni. Megírta az amerikai lovasság első szolgálati szabályzatát, de aktívan részt vett a függetlenségi háborúban is. 1779. május 11-én a Charlestoni erődért folyó csatában vesztette életét. A huszár lelke ma is él, az mi vagyunk, itt él bennünk, csak a technika változott, a környezet változott körülöttünk, de ugyanaz a lélek kell, hogy munkálkodjon bennünk, mint amilyen munkálkodott bennük és a kunősökbe, amikről beszéltünk, ez egy vonal. Non alius regit, nem más kormányoz, volt ez fölírva annak a zászlónak az egyik oldalára, amely alatt Fabrici Kovács Mihály harcolt, ennek a városnak a szülöttje, és milyen aktuális is ez a mondat, még ha egy másik történelmi korban, egy másik országban is, és egy másik viszonyok között született, de most, amikor itt állunk egy önkormányzati, és főleg e tekintetben Európai Uniós választások előtt, ne más kormányozzon, én így fordítom magamnak ezt, ennek az aktualitását nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Hallottuk röviden a kun jász nép történelmének összefoglalóját. Én szeretem a magyar népet is katonanépnek nevezni, de ha valamelyik népünk vagy összetevőnk igazán katonanép, az a kun nép az. Negyedik Béla telepítette őket ide, és a redemció is megmutatta a függetlenség iránti vágyukat, a mindenkori szabadság iránti elkötelezettségüket. Ennek a kornak és ennek a közösségnek a gyermeke Fabrici Kovács Mihály, aki 16 esztendősen huszárnak állt, több nemzet haderejében szolgált, és az adatott meg neki, hogy abban a korban tehette saját maga mellett nemzetünket és fegyvernemünket is világhíressé, amikor az egyik legfénykorát élte. Ez a harcmodor, és Európa legkülönbözőbb, és aztán láttuk, hogy Amerika harctereire tudta elvinni a magyarság hírét. Hősiessége és az amerikai haderőjé tett erőfeszítései elismeréséül Charleston városa szobrot állítatott a 300 éve Karcagon született huszárezredes tiszteletére.